December 17-e. A megváltás rászorultá tesz, és meg is elégít. A testi ember pedig nem fogadja el az Isten szellemének gondolatát, mert bolondság az neki. Első Korintusi Levél, második fejezet, 14. vers. Maga Isten evangéliuma teremti meg azt az érzést, hogy szükségünk van rá. Pál mondja, ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, akik, akik az emberek, nem, hanem akik elvesznek, mert bennük e világ Istene megvakította a hitetlenek gondolkodását. Az emberek nagy többsége az erkölcsösséget elérhetőnek tartja saját erejéből, nem érzik szükségét az evangéliumnak. Csak Isten teremti meg ezt a rászorultságot. Addig nincs is tudatában az ember ennek, amíg Isten önmagát meg nem bizonyítja. Jézus mondta, kérjetek és adatik nektek. De Isten nem adhat addig, amíg nem kérünk. Nem akarja ő visszatartani ajándékait, de ez a módja annak, hogy a megváltás alapján véghez vigyen dolgokat. Kérésünk útján Isten elindít olyan folyamatokat és megteremt olyan dolgokat, amik nem léteznek mindaddig, amíg mi nem kérünk. A megváltás belső valósága az, hogy szüntelenül teremt. Amint megteremti bennünk Isteni életét, épp úgy megteremti mindazt, ami ehhez az élethez tartozik. Senki sem elégíti ki azt a hiányérzetet, csak az, aki támasztotta. Ez a megváltás értelme. Teremt és megelégít. És én, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. János Evangélium a 12. fejezet 32. vers. Mi saját megtapasztalásainkat hirdetjük, és az emberek érdeklődnek is, de nem ébred fel bennük hiányérzet. De ha Jézus Krisztus felemeltetik, Isten szelleme tudatossá teszi bennünk, hogy őrá van szükségünk. Az evangélium hirdetése mögött Isten váltság művének teremtő ereje munkálkodik az emberek lelkében. Soha nem a személyes bizonyságtétel menti meg az embereket. Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, szellem és élet. János evangéliuma, hatodik fejezet, 63. vers.